A mézről és a méhekről tartottak interaktív előadásokat a hévízi óvodákban. Mindkét intézmény először csatlakozott az Európai Mézes Reggeli elnevezésű projekthez, melynek legfőbb célja felhívni a figyelmet a méz fontosságára. Az eseményen a prezentáció után többféle készítményt is kóstolhattak a gyerekek. Német Tibor méhész jóvoltából az akác, a repce és a virágmézzel ismerkedhettek meg. Igazi cél az, hogy hozzászoktassuk az embereket, hogy a méz tulajdonképpen nem élelmiszer, hanem jobbára gyógyszer. Az ősember, az óember, ha úgy veszem, 4-5 ezer évvel ezelőtti emberek inkább gyógyszerként fogyasztották, persze természetesen, mint édesítőszer is szerepet játszott. A méhész hozzátette, fontos, hogy bemutassák az embereknek a méhek világát is. Véleménye szerint a kicsiknél kell elkezdeni a tanítást. Azt is elmondta, a méhektől sokan alaptalanul félnek, hiszen ezek az állatok sohasem támadnak, csak védekeznek. Az Európai Mézes Reggeli másik célja a környezettudatosságra nevelés. A hévízi óvodák pedig törekednek arra, hogy a gyerekek ismerjék meg a körülöttük lévő világot, óvják és segítsék az élőlényeket. Zöld óvodák vagyunk, harmadik alkalommal írtuk meg a zöld óvoda pályázatot, és éppen ezért mi már évek óta azzal foglalkozunk, és arra tanítjuk a gyerekeket, hogy figyeljenek a környezetükre, figyeljenek a kis állatokra. Az óvoda udvarán egy rovarhotert állítottunk fel, és tudják, hogy oda beköltözhetnek térre az állatok. Igaz, hogy ezek a méhek, ezek kaptárba laknak, és oda költöznek be, de tudják a gyerekek, hogy azok oda, de nagyon-nagyon sokféle méh fajta létezik, mások meg ebbe költözhetnek. A mézes projekt mindkét intézményben sikeresen zajlott. A gyerekek izgatottan várják a következő hasonló típusú rendezvényt.